2018-as évnek az értékelése volt ez, mivel IFI kategóriában 2018-ban kiemelkedő teljesítményt nyújthattam, és azért kaptam ezt a kitüntetést. Mesélj a sportágadról, mit kell erről tudnunk? Díjugratásban versenyzem 3 éve, most februárban lesz 3 éve. Meg csak 4 éve kezdtem el lovagolni, úgy komolyabban. És 120 cm-en versenyzem, országos versenyeken szoktam indulni. És mi a díjugratásnak a szépsége? Milyen örömöket találsz ebben a sportban? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon különleges és számomra nagyon kedves sport, hiszen egy állattal kell együttműködnöm és egy csapatot alkotnom. Jó kapcsolatot ápolok a lovaimmal, ország szerte járunk versenyekre, különböző szép helyeket láthatunk. És mi a taktika, ami vezetett oda, hogy nagyon jó eredményeket értél a tavalyi esztendőben? Hát sok munka és kitartás, türelem van benne természetesen, és persze nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik támogattak, és az edzőmnek, aki egy nagyon jó másodfokú kategóriás edző. Mesélj a lovadról! Két lóval versenyzem jelenleg. Sajnos a szezonban most csak egyel tudtam versenyezni, mivel a másik lesérült. Idősebb lovakról van szó, hiszen sokkal tapasztalattabbak és többet tudnak segíteni nekem a pályán. A kancákkal versenyzem, mivel hogyha ők kiérkeznek a versenyből, akkor tudunk velük majd tenyésztésben is foglalkozni. 2 idős kancám van, holsteini és oldenburgi fajtájuk, és 17 éves az egyik, a másik pedig 16. És milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan a sportban? Idén van az utolsó évem IFI kategóriában, és szeretnék mindenki emelkedőben teljesíteni, országos versenyeken részt venni, megyei döntőkön indulni. Hogyan ajánlanál a lovaglást és ezen belül a díjugratást másoknak is? Milyennek az előnye? Mi a jó ebben? Fejleszt nagyon sok képességet a lovaglás, mivel egyszerre nagyon sok dologra is kell figyelni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolatot tudsz egy állattal, ami azért nagyon fontos. Mi vár rád az idei esztendőben? Hogy kezdődik ez az év sport és verseny szempontjából? Februártól kezdünk el újra versenybe állni, mert most ez a január, ez egy pihenés volt így a lovaknak is, és nekem is. Nem rendeztek most annyira, vagy nem indultunk úgy versenyeken. Országos minősítőkön szeretnék indulni, fedeles minősítőkön tervezünk versenyezni. 2 éve kezdtem a férjem mellett edzősködni, és most pedig már vezetőedző vagyok az U15-ös gyermekkorosztálynál, illetve a mini korosztálynál. Mit jelent számodra az edzői munka, az edzői hivatás? Ez egy nagyon kemény munka, igazi hivatás, tehát pedagógiailag és szakmailag is. Azt, amit én tudok, azt át tudom adni a gyermekeknek, de ehhez folyamatosan továbbképzésre van szükségem. Azt gondolom, hogy a gyermekek közti bizalomnak a kialakítása a legfontosabb, mert ez nagyon megmutatkozik a pályán, hogy milyen a kapcsolatom a pályán kívül a gyerekkel, illetve a szülőkkel. 2018-ban melyek azok az eredmények, amelyek hozták ezt a megyei elismerést? Bejutottunk több országos döntőbe is, illetve szuperminivel 3-ok lettünk. Nagyon büszkék vagyunk erre, most pedig Szombathelyen fogunk játszani az országos elődöntőbe jutásért. Mit jelent számodra ez az elismerés, ez a díj? Motivál igazából, megmutatja, hogy jó úton haladok. Ezúton is szeretném megköszönni Szabó Tamás testnevelőedzőnek, hogy jelölt engem erre a díjra, nagyon megtisztelő. Folytatjuk tovább a munkát a gyerekekkel és az egyesülettel. Mi következik 2019-ben? Ahogy az előbb említettem, az elődöntőbe jutásért harcolunk. Az IFI-vel és a serdülővel a férjemék valószínűleg tovább jutnak, nagyon reménykedünk benne, és ezt próbáljuk megtenni a gyermekcsapattal is.